itt minden kis utca magánút. Mert úgy van, hogy a két telek, egyik fel az egyiké, másik a másiké. És akkor innen kezdődik tulajdonképpen a fálcános dűlő. Megérkeztünk arra a földútra, ami bevezet azokhoz az ingatlanokhoz, ahol ezek a rendkívüli állapotokat tapasztaljuk. Itt ez az egyetlen egy kamera, ami fel van szerelve. Ezt is több hónapos küzdelem után sikerült elérni, hogy a rendőrség ide helyezze. Mint hogy innentől kezdve ezen az ártéri területen már nincs áram, ezért innen bentebb már nem tudott semmilyen felszerelést elhelyezni a rendőrség. Ugye erre a kamerára pedig azért volt szükség, mert itt az ingatlanok, amik többsége nyaralóként szolgál, a téli időszakban üresen maradnak, és ezekbe hajléktalanok vagy éppenséggel cigányok költöznek be, amennyiben valaki nem tetszését fejezi ki, akár az ingatlant fel is gyújtják bosszúból. Erre volt példa 2 héttel ezelőtt is. Budapestnek ezen a területén, külvárosi területén állandó jellegű probléma a folyamatos szemét lerakodás is, illegális szemét lerakodás, amivel szemben szintén nem történik intézkedés. A helyi lakosság évente többször rendszeresen tesz bejelentéseket, panaszokat, mégis most is tapasztalható ez a jellegű probléma. Volt olyan, hogy egy éjszaka 8-10 kanyarral hozták ide a szemetet. Tehát az, hogy ez itt... És erre mit mond az önkormányzat? Hát tulajdonképpen az önkormányzat úgy van vele, hogy ha most ténylegesen visszavette az állam, akkor a kerületnek tulajdonképpen intézkedni kellene. Itt annyit tett az önkormányzat, hogy felszólította a tulajdonosokat, kiróttak egy bírságot, a bírság meg nem fizetése után, meg nem tudjuk, hogy mi történt, de hogy el nem szállítottak semmit, az is biztos. Amikor mi elkezdtünk rendezkedni itt, hogy egy kicsit tisztább legyen, mert itt az út szélén is el voltak dobva a zsákok, akkor kijött a közterület egy kis teherautóval, és a maradék zsákokat összeszedte, de ez egyetlen egy alkalom volt, és mi 4 éve kint vagyunk kint. Tehát 4 éve van meg ez a telek. Tehát 4 éve van itt ez a szemét, úgyhogy nem csinált semmit az önkormányzat, meg senki? Vagy ez folyamatosan bővül? Ez folyamatosan bővül. Tehát ez a szemét, ez körülbelül 5-10 éve itt van. Itt van egy ilyen kutyamenhely, kutyaiskola, kutyapanzió, tehát itt ők majdnem állandóan itt vannak. Itt pont ennek a telekrésznek a közepénél. Azért halljátok itt ezt a... ott benn. Ők azért ezt elég szépen rendbe hozták magunknak ezt a részt. De hát sajnos nagyon sok kutyát megmérgeztek itt a környéken, tehát nem, az állatokat sem kímélik ilyen szempontból. Nagyon érdekes módszerekkel, mert vagy teletűzdelt kolbászokkal, ilyesmivel, vagy mivel a purhab csőre ráhúzzák a virslit be a szájába, és akkor telenyomják. Tehát itt is már látszik, hogy megint ez szerintem, amikor te kint voltál még, ez nem volt itt. Vagy nem ekkora mértékben. Vagy nem ekkora. Igen. Tehát hozzák ki a sittet, a törmeléket. Rendőrségnek jeleztétek a problémát, és egy fél év elteltével jött ki egy autó, vagy hogy is volt ez pontosan? Igen, a párom írt egy levelet a rendőrségnek, ezt én át is küldtem ezt a levelet, hogy mit kértünk, és azért egy fél évvel később jött ki a rendőrautó, mert nekünk már volt itt egy intézkedés, amikor beszélgettünk a rendőrökkel, és mondták a rendőrök, hogy 2 darab autó van egész Cseperre. És hogyha kell, át kell még menniük Erzsébetre, Soroksárra. Tehát kvázi kapacitásuk nincsen.
Talán tavaly láttunk két lovasrendőrt, akik itt voltak a területen, és nem tudnak kijönni. Most mindenki próbálja, itt azért elég nehéz megoldani a kameratelepítéseket, mert hogy áram nincsen. Mindegyikünknek, akinek kamerája van fönn, ez mind napelemes. A mi utcánk ilyen szempontból a legvédettebb, látunk mindent, de az most azt jelenti, hogy két sor ház mondjuk védve van, de többi nincs. Nagyon sok helyen volt olyan, ahol mit tudom én, ilyen napelemről, belső telepről kiépített kamerarendszert csináltak, és ott elvagdosták a kamerákat is. Föltörték az udvaron álló autókat, kiszedegették belőlük a rádiókat, meg nem tudom én ilyeneket, tehát azért tudnak rombolni rendesen. Próbáltatok ti fordulni a polgárőrséghez is segítségért, mint hogy a rendőrség nem érkezett, és a polgárőrség pedig azt tanácsolta, hogy lépjetek be közéjük, és akkor majd segíteni fognak? Én azt mondtam, hogy belépünk közéjük, csak ők meg azt mondták, hogy ha én belépek, akkor engem is elvezényelhetnek ugyanúgy egy rendőröket más kerületekbe, és effektíve itt ezt a területet nem tudom védeni. Tehát akkor se a rendőrség, se a polgárőrség nem tudott nektek segíteni egy több éves problémával kapcsolatban. Ez három éve így van ez a probléma. Vannak azért, akik megoldják a házőrzést. Arról is beszélgettünk korábban, hogy akiket ide vidékről felhoznak, feljönnek, őket egy lakcímre bejelentenek, akár 20-30 főt is. Ez igen. Szintén ezen a területen tapasztalható? Hát itt nem nagyon tudják bejelenteni, itt inkább azon, hogy itt csak bezsúpolják őket egy-egy ingatlanba, ami mondjuk olyan, mint az a legelső ház, amit láttunk. Ahova bejelentik, az inkább háros, mert ott zárt kert ingatlanok vannak, és oda be lehet jelentkezni. És akkor oda bejelentik, de van, hogy 27 ember van bejelentve egy lakcímre, és van egy 30 négyzetméteres ház. 15 éve már itt vagyok, és ugye azért beleláttam az itt rendesen egy dolgot, de teljesen arculatváltás volt. Itt régen itt a legnagyobb gond a hajléktalanokkal volt. Most átvették a szerepet a kisebbség. Ugye olyan szinten, hogy ezeket állítólag szándékosan Borsodból innen, onnan, amonnan nem akarok megnevezni, felhozták őket mikrobuszokkal, azokkal a nagy reményekkel, nagy hitekkel, hogy menjetek, gyarapodjatok. Kiengedték őket ide, amik üres házak voltak, amik idősek. Én emlékszem, hogy megvettem az első házamon, idős urak, mint gyönyörű roskadozott minden, a gyümölcsöktől gyönyörű, szép volt, kerítések, és minden szépen így eltűnt. Ez az évek alatt, most utólag a legdurvább, ez 5 éve körülbelül. Olyan szinten, hogy szó szerint itt a kapukkal sétálnak, leveszik a kapuját, aki nincs itt, aki éppen vasasok, a akkumulátorosok, minden, ami itt most kikerültek, ezek mind lentről lettek igazából. Mert a csöveseket ugye azért személyem is, de azért jó páran azért ismerték, azért betartották a játékszabályokat. Ott vagy, próbálsz tisztán élni, ha megint a tulajdonos, akkor tisztelettel kiállsz és ugyanazol a házára, azt mondod neki esetleg, de viselkedsz, tud. Na most ezek, akik ide kijöttek, a legtöbb ilyen suhanc fiatalok, kitették ide, akik iskolába se járnak sehova, és csak a bűnözés. A kábítószer, a kristályozása, izé-mizé, és ez most az évek alatt annyira elburjánzott, hogy már szó szerint mindenhova, ami üres, amit így látunk, például itt ez az ingatlan, az is mondtam, itt álljunk meg, ez, tudjuk, hogy srácói, a szomszéd, mondjuk így, hogy szomszéd, mondjuk is közelünkben van. De ennek az ingatlanában körülbelül, hát nem is tudom, hányszor hajtottuk már ki az embereket ide, itt van körülbelül 3 ilyen kis házikó, az összesben megköltöznek. De úgy olyan szinten, hogy egyet kiteszel, két napjon a következő, ezek egymás között adják le a drótot. Hogy itt ez még mintha ilyen szabad rablás lehetne, hogy itt lehet itt lakni, ingyen, persze ugye minden van, be kell menni a központba, ott le lehet szépen mindent kukázni, molyolni, és akkor úgy jönnek itt, hogy már beteszik a lábukat, én ez nem egy, most egy kisebbségtől hallottam, nem akarom megnevezni őket, de azt mondta, hogy ahova én betettem a lábot, az az enyém.
Az első az, amit itt meg kell teremteni, ez a közbiztonság. Tehát ide járőrözni kéne kijönni a rend, nem néha autóval végigbenni Csepel fő utcáján, hanem ugyanúgy, hogy régen, lóval, biciklivel. Itt kéne járőrözni, ennyi elég. Bűnmegelőzési célzattal ez bőven elég. Tiszteltek, köszöntöm Önöket. Azért jöttünk, mert bejelentés érkezett a lakosságtól, miszerint különböző kétes elemek, lakásfoglalók, ingatlanfoglalók fenyegetik, terrorizálják a környékbeli lakosokat. Ha bárki arra gondolna, hogy éppen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében állunk az ártéren, akkor téved. Itt vagyunk Budapest belterületén, Csepelen. Sajnos ezek a bűnözők beváltották az ígéretüket, fel is gyújtottak egy házat, aki ellenáll a lakosság részéről, azt ilyen szankció fenyegeti. Itt áll mellettem Vékony Csongor, budapesti elnökünk, Szabó Sándor, a csepeli polgármesterjelöltünk, és mi a helyi lakos, aki néhány szóval elmondja, hogy mi is történt valójában. Itt tulajdonképpen sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 3-4 éve folyamatosan hozzák ide Szabolcsból a lakhely nélkülieket, nem csak ide, hanem Csepel más részére is, Hárosra is, ahol hasonló területek vannak. De nálunk, mivel hogy ez üdülő terület, és itt nagyon kevés az olyan, aki állandóan itt lakik, ezért ez sokkal nagyobb táptalaj nekik. Nagyon sokan beköltöznek olyan házakba, ahol azt látják, hogy nincsenek kint, nagyon sokan idősek meghaltak, a fiatalok nem törődnek a házakkal azért, mert hiába tesznek bármit is, az elmúlt években nagyon sokan szeretnek itt kertészkedni, a gyümölcsöt, a zöldséget, mindent lelopnak, letaposnak mindent. Ha valahol nem mennek ki hetekig, akkor fogják a viskókat, vagy ilyen fészereket, szétszedik, elégetik, vagy beköltöznek az olyan házakba, ahol mondjuk nem fognak fázni, és el tudják tölteni az idejüket. És hogyha bárki ez ellen tenni mer, azt megfenyegetik, vagy veréssel, vagy pedig, ahogy itt mögöttünk is látszódik, felgyújtották a házat. Tehát ilyen szempontból ez eléggé necces, és ezért is mondtuk azt, hogy mi nem azért szeretünk itt kint lenni, hogy ezt kelljen folyamatosan megélnünk, és bejelentéseket tenni, és mindenhova leveleket írni. Mi ide pihenni szeretnénk kijárni. És az, hogy ha az ember nem tud nyugodt lélekkel úgy lenni, hanem folyamatosan azt kell nézni, hogy a kamera 5 percenként pittyen, és azt nézzük, hogy sötét alakok kapucniba jönnek, mennek, és azt nézzük, hogy hova lehet bemenni, ez nem egy életbiztosítás. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz még azt is megtenni, hogy itt bebiztosítsuk a házakat, mert mivel hogy se áram, semmi nincsen, itt azért nehezen kötnek ide biztosításokat. Köszönöm szépen. Mi hazánk mozgalom kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy egész Budapesten drasztikusan megerősítsük a közrendet. Azokon a területeken, ahol a mai városvezetés úgy gondolja, hogy Budapest éppen megtörténik, azokon rend van. Itt kint néhány kilométerre arrébb viszont nincs. Jelenleg a biztonságunkat a Magyar Önvédelmi Mozgalom garantálja a helyszínen. Én azt szeretném, hogyha a jövőben egy megerősített városi rendőrség biztosítaná a közrendet egész Budapesten.